Megérkezett Magyarországra a honvédség első vadonatúja, a 21. század követelményeinek is megfelelő önjáró lövege. A Panzerhaubice 2000-es típusú tarackot Németországban gyártották, a jövő héten újabb kettő, összesen pedig 24 darab érkezik. Hadrendbeállításukkal jelentősen megerősödik a magyar honvédség tüzérsége. Este 6 óra után néhány perccel lépte át a határt Hegyeshalomnál a magyar honvédség első Panzerhaubice 2000-es önjáró lövege. Az új harckocsit a németországi gyár emberei egy különleges tréleren szállították Magyarországra. Az 57 tonna súlyú önjáró tarack egy 2026-ra teljessé váló 24 harckocsiból álló flotta első darabja. Az első PZH 2000-es később érkező társaival együtt a Tatai Klapka György lövészdantárnál áll majd hadrendbe. Ez a 21. század technikai színvonalát képviselő harckocsi típus várhatóan évtizedekre meghatározza a magyar honvédség szárazföldi haderőnemének tűzerejét. Az első panzerhaubice Magyarországra érkezését a honvédelmi miniszter jelentette be a közösségi oldalára feltöltött videóban. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy amit a baloldali kormányok leépítettek, a magyar honvédség egyik legfontosabb szárazföldi fegyvernemét, a tüzérséget helyreállítjuk. Közép-Európa legjelentősebb haderőfejlesztési programját hajtjuk végre. Mi továbbra is a béke pártján állunk, de a békéhez erő kell. Ezekben az órákban érkezik Magyarországra az első PZH 2000 típusú önjáró löveg, amely az önjáró tüzérség modern technikai alapokon történő újraépítésének fontos eszköze. Az 57 tonna súlyú tarackot egy 1000 köbcentiméteres dízelmotor hajtja. Közúton 60, terepen 45 kilométeres sebességre képes. Személyzete elvileg 5 főből áll, de 3-an is tudják kezelni. Jellegzetessége a hosszú, 8 méteres lövegcső, ami nagy találati pontosságot eredményez. Magas fokú automatizáltságának köszönhetően a tűzgyorsasága 9-10 lövés percenként. Hatótávolsága 40 km, de rakétapóthajtású lövedékkel akár 60 km-re lévő célokat is képes elérni. Konkrétan a tüzérség feladatát hajtja végre, mert hogy tüzérosztályban szervezik, 24 darab lesz nálunk, és ezzel gyakorlatilag lehet területtüzet lőni, ami azt jelenti, hogy egy területre elég nagy mennyiségű lőszerrel kilőve lehet biztosítani azt, hogy a terület elő legyen készítve a további támadásokra. A személyzet kiképzése már tavaly tavasszal elkezdődött. Németországban a leendő löveg és szakaszparancsnokok, valamint karbantartók, Horvátországban pedig a harci járművezetők és a lövegkezelését végző katonák tanulták meg az eszköz használatát. A magyar honvédség páncélos fegyvernemének fejlesztésére 2018-ban kötött szerződést a kormány és az egyik legnagyobb német hadiipari vállalat. A 24 darab PZH 2000-es önjáró löveg mellett a csomagban 56 Leopard harckocsi, 5 műszaki mentő és 3 hídvető harcjármű leszállítása, lőszer, valamint a kezelő személyzet kiképzése is szerepel. Az Európát sújtó energiaválság ellenére a német gyár a szerződésekben rögzített ütemezéssel szállítja az új eszközöket a magyar honvédségnek. Az új páncélosok folyamatos hadrendbeállítása, a légierő fejlesztése, valamint a hazai fegyver- és lőszergyártás elindítása eredményeképpen a magyar honvédség néhány éven belül a térség meghatározó haderejévé válik.